Na hát szavaztok, srácok, sok szeretettel üdvözlök mindenkit, ugyanis itt vagyunk a Locsoló Versek 2019-es videójában, és az elmúlt négy évben igen, az elmúlt négy évben, minden évben volt egy ilyen videó, és hát ünnepélyesen a jubileumi ötödikre kiöltöztem, figyelj oda. Annyi, hogy nem igazán találtam meg a vasalót, ezáltal itt, hát itt van egy kis gyűrődés, meg úgy unblock mindenhol, de ne foglalkozzatok vele, kicsaptam magam. Úgyhogy ebben a videóban nem is akárhogy jönnek ezek a locsoló versek, ugyanis mindegyiket én írtam. Összeszenvedtem nektek, azt hiszem kb. 11 darabot, úgyhogy remélem tudok nektek ötleteket adni, hogy hogyan menjetek, miként menjetek, milyen versekkel locsúkodni. Na most pedig szerintem kezdjünk is bele, nézzük az elsőt. Első körben az édesanyákhoz írtam locsoló verseket. Édesanyám, tudom, hogy unsz engem nagyon, de meglocsollak téged, hiszen úgysem lesz csajom. Szabad-e locsolni? Következő. Édes drága anyukám, lassan itt az anyák napja, adj egy kis pénzt nekem, hogy legyen pénzem ajándékra. Tiszta büdös leszel, mert meglocsollak, ahogy szokás, cserébe kéket, pirosat kérek, nem pedig kakuk tojást. Hoppá van! Ezekről hallod, már lehetne csinálni egy oldalt? Mert mondom, első körben így körülnéztem neten, de igazából ugyanazokat találtam. Én meg 2019-ben már nem akarom ugyanazokat olvasni. Jó lett? Írjátok már le. Aztán a következőkben a mamáknak írtam. Figyeljetek! Jó anyát szültél nekem, édes drága nagymamám. Reggel belibbentem húsvét hétfő ajtaján. Jöttem téged locsolni, tárcát gyorsan csapt ki. Locsolok ide-oda, aztán most már te jelhetsz nagyi. Szabad-e locsolni? Elképesztő művészi értékeket vélek felfedezni ezekben a versekben. És itt reggel még alsógatyába írtam ezeket. Egyszerűen sosem csalódom magamban. Még egy a nagymamák számára. Itt vagyok, hello! Nem kell most a pörkütted. Meglocsollak gyorsan, ha az otthonkádat föltűrted. Egyél még, fiam, de hát nem vagyok éhes. Nem sértődök meg, nagyi, ha nem kapok rétest. Szabad-e locsulni? Erre nem is emlékeztem. Nézzétek meg, copyrightos az összes, én írtam, úgyhogy nézzetek nyugodtan utána. Remélem tényleg egyébként nem lehet ilyeneket találni. Következőkben a lányok, akik csicskák, ezt írtam fel, azokhoz szólnak ezek a gyönyörű szép locsoló versek. Jött-ment jányok, kívül csillog, belül kaka, locsoljon meg titeket, hadd ne mondjam kinek a haha. Ja, Istenem, következő. Mit flagmúz te velem? Ne körmödj, csak tojást fessél. Látod, egyszer az évben én jövök hozzád, kessér. Szabad-e locsulni? Hát ezt az anyárnak így ne nyom be. Húsvét hétfő, itt a hó, felnőtt lett a kislány bó. Kölnit hozok, megvársz-e? Teszkós lesz, nem Versace. Szabad-e locsulni? Aztán most pedig barátnőnek, párnak, menyasszonynak. Locsolnálak naponta, de mindig fáj a fejed, de most meglocsollak úgy, hogy eldobod az eszed. Következő. Nézd már, asszony, hány óra? Húsvét hétfő hajnalán. Kezdődik a forma egy, úgyhogy majd meglocsollak, angyalkám. Ide nem jó az, hogy szabad elocsúri. Tudod, ez olyan, hogy így get out. A következő kicsit metaforikus lett. A kölnim tele veled, neked mindig bajod van, rádereztem tartalmát, mint nyulak a vadonban. Szabad elocsúni? Szabad hát. Ennyi. Ezt elemezzétek ki nyugodtan a komment szekcióban. Kérem a verselemzést. Köszönöm. Osztályozom. Most pedig az utolsó előtti csodálatosan szép versemet fogjátok hallani. Elegánsba jöttem, látod, de a kép az megtéveszt. Mert alulról rövid gatya, ugye? Nem pedig mi elképzelt. Ebből hogy lesz locsoló vers, azt nem tudom.
Ja, gyere itt a kölni, azt megfújom. Ne haragudjatok, ha nagyon szarok, én igyekeztem. Most pedig a piszéhez címezünk egy locsoló verset, úgyhogy megyünk ki, mert ő kint alszik. Azért eléggé stílszerű vagyok, nem azért mondom. Szevasz! Szia! Ja, de várjál, hogy hozom ki a locsoló verset neked? Technikai okok miatt visszajövünk a szobába, és hozom a piszét. Na figyeljé! Eladom a piszét, nem lesz többé cicám, mert hajnal 5-kor veszettül kajáért rinyál. De előtte meglocsollak, úgysem szoktál fürdeni, amiket te csinálsz, azért börtönbe kéne ültetni. Ugye? Na, gyere fürdeni! Na hát srácok, ennyi volt a ezévi locsoló verses session. Remélem tetszett nektek. Azért most egy 3-4 órán keresztül ezeket írogattam. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és hogyha tetszett, akkor egy lájkot nyomassatok, és nyugodtan írjátok meg kommentbe, hogy ha tetszett valamelyik, akkor az melyik volt. És menjetek locsúkodni, majd. Na, jók legyetek! Szevasztok! És a leírásban megtaláljátok az Instagramomat, a gameplay csatornámat, úgyhogy hát azokat is csekkoljátok. Most pedig megyek és levetkőzöm magamról ezt az inget, mert rohadtul diszkomfortosan érzem magam, ugyanis én ilyeneket nem nagyon szoktam hordani.